követelésünk az az, hogy ameddig teljesen tisztán jogilag nem rendeződnek le ezek a devizahiteles problémák, amik szorosan kapcsolódnak a közüzemi számlák nem fizetéséhez is, hiszen a kettő azért szoros összefüggésben van egymás alatt és okozati összefüggéseket nézve, addig kilakoltatás, árverezés semmilyen formában ne történjen. Nyilván, hogyha rendeződtek a dolgok, és valaki nem önhibáján kívül került abba a helyzetbe, hogy nem tudja teljesíteni a kötelezettségét, ott sem feltétlenül fontos mindig kilakoltatni, hanem meg kell keresni azokat a szociális lehetőségeket, ahol a családokon segíteni tudunk, ahol a gyerekeket nem szakítjuk el a családtól, és nem tesszük ki az utcára. Azért azt figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 23 év kormányzása idézte elő ezt a gazdasági helyzetet Magyarországon, ami van, és ez tagadhatatlan, ezt most már bizonyítani lehet, és okozati összefüggésben van a devizahitel nem visszafizetése, és a közüzemi számlák nem fizetése ezekkel a politikai intézkedésekkel, amik az elmúlt 23 évben történtek.